Pigékujjai memória játék, amiben az egyik játékos minden körben a család szerepét játsza, míg a többiek tolvajok lesznek. Táblát helyezitek az asztal közepére úgy, hogy minden játékos jól lássa. Tárgyzsetonokat tegyétek a zsákba, majd húzatok 12 zsetont és osszátok szét őket a táblákon. Mindegyik tárgy egy meghatározott táblához tartozik, ahhoz, amelyiknek a kerete ugyanolyan színű, mint a zseton háttere. Az első körben a legidősebb játékos játssza a családot, aki maga elé rakja a család korongot. Becsukja a szemét és hangosan elszámol 10-ig. Ez alatt a többi játékos ellopja a tárgyakat a házból. Miután a családot játszó játékos elszámolt 10-ig, kinyitja a szemét és megvizsgálja a lakást. Megnevezi, hogy melyik tábláról milyen tárgyak hiányoznak. Ha eltalálta a tárgyakat, megnyeri a tárgyak zsetonját, amiket ezután maga elé gyűjt. Egy körnek akkor van vége, ha a családot játszó játékos visszaszerezte az összes ellopott tárgyat, vagy ha hibázik, vagy ha abba hagyja a keresést, mert úgy emlékszik, hogy több dolog már nem tűnt el. A játék akkor ér véget, ha egy új kör elején nincs több olyan tárgy, amit a házban el lehetne helyezni. Az a játékos nyer, aki a legtöbb tárgyat szerezte.